fejleszd a tartásod, és fejlődni fog az egészséged, a létező összes testi, és esetenként lelki, vagy éppen kognitív funkcióid is fejlődni, változni fognak. A tartásfejlesztés az egészségnek az egyik kiemelt, és számomra nagyon-nagyon fontos eleme, illetve kulcsa. Erről szeretnék neked beszélni hús, vér, életszerű, bárki számára érthető módon ebben a videóban. Koncsák Krisztina vagyok, gyógytornász, egészségtantanár, testszobrász, edző és coach, amik csak is kizárólag azért fontosak, hogy elhidd, amikor beszélek neked egészségbetegség gyógyulás témákról, akkor ahhoz van kompetenciám, és van egy 20 éves tapasztalat mindezek mögött. Vágjunk is bele akkor a mai témába, amit egy egészen pontosan múlt heti eset ihletett. Az fontos megjegyeznem így előjáróban, hogy az én praxisomban általában nagyjából egy olyan 80-90%-ban azok az esetek jönnek, érkeznek, amik gyakorlatilag máshol már ilyen reménytelennek tűnnek. Tehát azok az emberek jönnek hozzám, akik legalább ekkora stóc papírral jönnek, nagyon-nagyon hosszú és komoly az egészségmúltjuk, rengeteg orvost és ilyen hagyományos nyugati orvoslás szerinti terápiát elfogyasztottak és kipróbáltak már, és gyakorlatilag nem jutnak eredményre. Vagy azért, mert még közelében sem járnak annak, hogy vajon mi lehet a panaszok tünetének az oka, vagy pedig találnak valamit, de ez nincs közel ahhoz, hogy itt hogyan alakulhatott ki ez a probléma, és nyilván akkor a kezelés sem lesz, vagy lehet olyan hatásos, vagy hatékony. Egy füllel összefüggő panaszokkal érkezett hozzám egy hölgy páciens, rengeteg orvost elfogyasztott már tényleg. Én jeleztem is neki, hogy csodálom a kitartását és a sokadik orvosnál is meglévő rendületlen bizalmát. Mindenféle képalkotót csináltak. Nem mennék bele most részletesen, de tudd azt, hogy a fülével kapcsolatosan volt neki tünete, panasza, ami olykor kisugázott, fülcsengés, fülzúgás. Másik oldalon, de egyik oldalon, a domináns oldalán ez jelentősebb volt. Panaszok is megjelentek, stb. És nyilván mi történt? Az történt a hagyományos nyugati orvoslás szerinti terápiában, hogy így rárepültek a fülre. Ahol egyébként találtak is halláscsökkenést, egyebeket, és akkor elindult a füllel kapcsolatos terápia. De a halláscsökkenésen túl más érdemi okot, hogy most gyulladás lenne, idegentest lenne, stb. Nem találtak. És nyilván végső kétségbeesésében jött, érkezett hozzám, és nem is beszélnék tovább róla, inkább csak az indítója volt ennek a videónak. És akkor rátérnék arra, hogy jön egy füllel összefüggő tünethez vagy panaszhoz a testtartás és a testtartásnak a fejlesztése, és hogy érkezik meg egy gyógytornász és mondjuk holisztikus szemléletű terapia rendelőjébe egy füllel összefüggő tünettel, panasszal valaki. Hát nyilvánvalóan végső elkeseredésében, ez teljesen egyértelmű. Elnézést kérek, most a webkamerát ráraktam a laptopra, és ahogy egerezek egy picit, néha be fog mozogni, igyekszem nagyon finoman és nagyon-nagyon keveset. Na, vágjunk is bele, sok képpel készültem a múltkori videóhoz hasonlóan, és nézzük is akkor meg, nem ezt a videót szerettem volna, és akkor nézzük is meg, hogy mi lehet itt a háttérben, mi hogyan alakulhatott ebben az esetben.
Tehát én a fültől már egy lépéssel távolabb mentem, és nyilván megnéztem, hogy ez a fül, hogy összességében véve az emberen hol van, vagy hol helyezkedik el, és hogy nyilvánvalóan azok a képletek, amik mondjuk a fül környékén találhatóak, azok hogy, mint, milyen állapotban vannak, illetve lehetnek. Ne engedjük is el ezt a pácienst, legyen egy képzeletbeli ember, aki fülcsengéssel, fülzúgással, hallásvesztéssel érkezik, és nem találnak esetlegesen semmit sem nála. Lehet, hogy beszedett már szájon átszedhető gyógyszereket, fájdalomcsillapítókat, gyulladáscsökkentőket, tokkától bokáig megvizsgálták koponyáját, fogászati státuszát, labort, egyebeket, és nincs jól, mert fáj, kellemetlen, csöng, búg, zúg, bedugol, és nem jól hal. Ugye, ha távolabb megyünk, akkor ugye láthatjuk, hogy ez a fül úgy nagyjából így a fejen helyezkedik el. És hogyha megyünk még távolabb, akkor meg azt kell, hogy lássuk, hogy ez a fül, fej, ez meg úgy összességében az emberen helyezkedik el. És akkor már közeledünk ahhoz, hogy miért lehet fontos a tartásfejlesztés és a tartáson keresztüli terápia, akár egy füllel összefüggő panasz esetén is. Mert az, nézd meg itt, ez most csak három eset, nagyon-nagyon sokféle tartási mintával tudunk mi létezni. Szóval nézd meg ezt a háromféle embert vagy típust. Ennek ilyen a gerince, és előrébb van a feje, mint jól, neki szög egyenes, neki hullámosabb a gerince, mégis előre van a feje. Tehát honnan indultunk? Hogy fülpanasszal érkezik valaki, és nem oldható meg fülön keresztül. Meg kell nézni, hogy mi a helyzet a fejjel, nyak helyzetével, koponyájával, és hogy nagyjából meg kell nézni, hogy mi a helyzet az egész testen. Miért kellett ezt megtenni? Gyönyörű képet találtam, illetve tudok nektek idézni. Ez egy, bocsánat, ez egy realisztikus modell, illetve kép. Szóval ez egy elsősorban a kötőszöveti anatómiára funkcionáló, hogyha megnézed, ilyen mellkasból picit oldalról rátekintő kép az emberből, hát talán itt fölismered a karját, mellkasát, nyakát, ez meg ide a koponyának egy metszetéhez fog majd csatlakozni. Nem is ez a lényeg, és bele nem merüljünk, hát ez szakembereknek is egy izgalmas dolog vagy terület. Én csak arra az egyre kérlek, hogy arra csodálkozz rá, hogy tulajdonképpen látsz-e valahol olyan területet, ahol azt tudod mondani, hogy ez a képlet itt véget ér, elvágólagosan, mint az egyik autó és a másik autó között legalább azért mondjuk 2 centi, látsz-e ilyet a képen? Vagy azt látod, hogy ez a jó Isten tudja, hogy mi minden sok képlet, direkt találtam ezt a mellkas, nyak, fej összefüggést, hogy ezt a jó is tudja, hogy valami hol indul, és hol fog végződni. Hát ez a lényege az egésznek, vagy ez is, meg nyilván ezer még más. Picit ránagyítok neked. Hát most nézd meg! Szóval mindazok a kötőszövetes elemek, képletek, amik elindulnak mondjuk a mellkas egyik részéről, azok valahogy aztán ide is érnek a fej nyakhoz, és a nyaki részhez pedig hozzá kapcsolódik mondjuk a feji részhez. Tehát az, hogy van, milyen helyzetben, milyen státuszban a mellkasod például, vagy a hátgerincedet is mutathatnám, de mutathatnánk, nézd, a koponyádat legbelül, a szerves hatással, jelentős hatással fog bírni mellkasnak a helyzete, hatása, erőviszonyok, az hatással lesz a füledre. És ez az egészet, ha még távolabb megyünk, akkor ezt el tudjuk képzelni az egész ember szintjén. Még egyszer, mi a legtöbb megoldhatatlannak látszó problémának a gyökere, vagy a háttere? Az, hogy rárepülünk, rálepülnek, bármit hozhatnék, ha rálepülnek egy részre vagy régióra, azt így mintegy kiemelik az emberből, nézegetik, vizsgálgatják, de nem nézik meg a környezetét.
Nagyon szeretem, mert hogy én elsősorban ilyen népnevelő attitűddel készítem a szó legnemesebb értelmében ezeket a videókat. Úgyhogy nagyon szeretem az érdekes és érthető példákat, mondom. Tegyük fel, hogy van egy földbirtokon, és ott valamit szeretnél termelni. És nyilvánvalóan elveted, kinő, és nem olyan a hozama annak, amit elvetettél, amit te elvártál, amit jósoltak, vagy ami mondjuk olyan reális lenne. Mit tesz ilyenkor a gondos gazda, vagy legalábbis mit jó tenni? Hát megnézi, vagy számba veszi az időjárási viszonyokat, most mi volt éppen, átgondolja újra, hogy milyen volt a talajnak az összetétele, a művelése, a gazdálkodása, a folyadéktartalma, a mérhetetlen sok ásványi anyagtartalom pótlás megtörtént-e, voltak-e egyéb külső tényezők, vadak, károkozók, megnézi a növényt, hogy nem-e, mit tudom én, véletlen, valamiért, valami génmódosulás létrejött benne, amitől nem lett olyan a hozam. Magyarán mindent megvizsgál, és ez így a logikus, ugye? Nem azt csinálja a gondos gazda, hogy nem hozott elég hozamot az a búza, kiveszem a búzát, és elkezdem a búzát vizsgálgatni, vajon mi lehet az oka, hogy ez a búza, ez csak 83 szemet hozott, és nem 12-t, nem értek hozzá, csak a példaképpen. Amikor egy embernek a tüneteit próbáljuk megoldani, nem tehetjük meg azt, hogy így kivesszük a fülét a helyéről, csak a fülét próbáljuk megnézegetni, mert nagyjából ez ahhoz hasonló, mint az előbb említett példában, akkor a növényt próbálod meg értelmezni, hogy vajon mi lehet az oka. Lehet, hogy találsz benne valami olyan spórát, gombát, egyemet, amit nem vettetek észre, nem tudom, mert csak csíra volt, vagy csak lappangott, vagy csak bizonyos hatása jött elő, de azért ennek is sokkal kisebb a sikeressége, mint hogyha globálisan megnézed mindazokat a dolgokat, amiket beszéltünk. Még egyszer, nézd meg az embert. Minden mindennel összefügg. Tehát ember legyen a talpán, fantasztikus, amikor ilyen preparátumokat tudnának készíteni szakemberek, tehát egészen elképesztő és csodálatos, és képzeljük el, hogy az emberi test, a hús, vér, élő, magasabb folyadéktartalmú valójában teljesen más képet fest, mint mondjuk ez a preparátum, de nagyon-nagyon jól szemlélteti, hogy figyelj, hogy honnan indul, hol a vége, hol tudjuk elválasztani, hogy én most csak ezt megnézem, a másik részt pedig már nem kapcsolom hozzá. Jó? Tehát az, hogy mi van jelen példánk esetében a fejeden, a füleden, az hogyan működik, hogyan funkcionál, az nem csak magától a fültől fog függeni, hanem úgy Anzulager mindentől, ami az emberen van. Függ nyilvánvalóan a nyakának és a fejének az állásától, helyzetétől, és nyilvánvalóan függeni fog úgy az egész embernek a helyzetétől, a pozíciójától. Erre mondja azt, hál' Istennek egyre több szakember, hogy a struktúra az meghatározza a funkciót. És erre a Facebook oldalamon hoztam egy másik jó hasonlatot, azt nem nézted még, akkor tedd meg, ezzel most nem fogok példálozni. Egy életszerűbb, megint egy húsvér példát fogok neked hozni. Struktúra meghatározza a funkciót. A te struktúrád, az nyilván a te tested kívül, belül, fönt, lent és egyebed, ez a te struktúrád. Közeljük meg ezt a sportnak az oldaláról, vagy a sportnak a vonaláról. Vegyünk egy hosszú és egy rövid távfutót. Talán megjelenik a fejedben a hosszú távfutó olimpiai számok nyertesei, a inkább vékonyabb, vagy ektomorf jellegű, vagy szikárabb, atlétikusabb etiópok, ugye, ha csak egy ilyen sablon a szemedben van, és mondjuk legyen előtted a fejedben egy Ben Johnson, igazán vastag combú, hatalmas, rengeteg izommal rendelkező, hosszú lábú és elképesztően magas Ben Johnson, mint ugye nagyon sikeres hosszú távfutó volt.
De egy, futnak végül is, tehát mindenki ellátja a fő dolgot, de teljesen más a felépítésük, teljesen más a struktúrájuk, mely teljesen más funkciót fog eredményezni. Ha helyet kellene cserélniük, akkor nyilván futni tudnának, tehát kétség ne férjen hozzá, na de az eredményt, amit a legfőbb funkcionális cél, azt nem fogják elérni. Mert hogy az etióp, hát az, mire beérek a rövid távfutók, ő valahol fél távnál lesz, és fordítva egy hosszú táv futó, hatalmas és robbanékony, más rost összetőtelő izmával, hát nem tudom, mondjuk egy maratonfutásnál, hát nem tudom, hogy egy kilométert bírna-e. A struktúra, a testtartás, a felépítés, a szöveteidnek a miensége, az meghatározza, hogy milyen funkcióban tudsz jól lenni, hogyan tudsz funkcionálni. Természetesen van egy visszahatása is, ha te arra fogsz edzeni, hogy mindig sprinteket csinálsz, akkor nyilván a funkciód elkezdi átalakítani a struktúrádat, nyilván Ben Johnson sem így kezdte. Tehát, hogyha sokat sprintálsz, akkor egyre inkább olyan lesz a struktúrád, mint egy hosszú távfutónak. Ha pedig egyre hosszabbakat és hosszabbakat futsz, akkor pedig a struktúrád ehhez fog alakulni, adaptálódni. Tehát egy oda-vissza kölcsön hatásban vagyunk, illetve működünk. Hát amikor tünet és panasz jön elő, és nincsen egy nagyon markánsan és kézzelfogható, leírható eltérés klasszikus korkép, akkor nem érdemes széttenni a kezünket, hogy nem tudjuk, hogy mi a helyzet, hanem akkor ebben kell gondolkozni, hogy a struktúra meg fogja határozni a funkciót. Mit jelent ez a füles példánál? Ez azt fogja jelenteni a füles példánál, és akkor jöhet egy kis magyarázat ide, hogyha ez a te fejed, egyébként ennél a hölgynél is ez eképpen jelent meg, hogyha a te fejed az egy előre helyezett tartásban lesz, megváltozik a struktúrát, teljesen mindegy, hogy mi miatt, ennek nagyon-nagyon sokféle oka lehet, hajlamosító tényezője, akkor mi történik? Akkor meg fog változni a funkció. Hogyan fog megváltozni, vagy miért fog megváltozni a funkció? Hát azért, mert ez ide előrébb kerül, és az összes létező szövet, amit itt látsz ezen az anatómiai preparátumon, ez meg fog változni. Ez így húzódni fog, feszülni fog, nem fog úgy mozogni, túlnyúlik, túlterhelődik, és minden létrejön, amit el tudsz képzelni. Hogyan tud például ez egy fülzugásos, fülcsengéses panaszokra hatni? Most csak egy néhány lehetőség. Ám egy. Ezen feszülés okán nagyon enyhén, tehát ne durva dolgokra gondolj, csak olyan finoman hangolt műszerek vagyunk, hogy nagyon kis amplitúdó kilengést előbb vagy utóbb megérzünk. Képzeljük el, hogy így előre van valakinek a feje, tedd ide előre a fejedet, már fogod érezni, hogy csak itt feszülnek ezek a lágy részek, szövetek. Megtörténik nagyon egyszerűen, hogy ezen túlfeszülő lágy részek, ezek összenyomnak mondjuk egy ér képletet, nem kell nagy erekre gondolni, jó? Tehát nem a fő nyaki veredet fogják összenyomni. Pici apró hajszálereket, amik mondjuk elég fontosak ahhoz, hogy ellássák a fülnek az optimális jó vérkeringését. Nem kell nagyra, csak egy 10%-kal csökken mondjuk a vérkeringés, azért az tartósan, permanensen fönnállva, azért annak lesz előbb vagy utóbb eltérése, funkcionális eltérése. Kettő. Ugyanez a helyzet, vagy hasonló mechanizmusra mondom, ha nem hiszel, told ki előre a nyakadat, érzed, hogy itt minden feszül, szövetrétegek is egymásnak feszülnek. Nem csak a vérkeringésünk fontos a jó funkcióhoz, hanem a nyirokkeringés, ez a szöveti folyadék áramlás. Hát figyelj, ha egy minden réteg így össze van nyomódva, oda nem sok minden fog be és ki áramlani. Nem lesz jó a nyirokkeringés, az rontani fogja a sejtszintű működést, már okozhat tüneteket, panaszokat. Az idegek. Az idegeknek önmagában eleve kell egy jó keringés, nagyon érzékeny, szenzitív jószágok,
hathat az idegekre ez a megváltozott struktúra úgy, hogy a vérkeringésen keresztül közvetve rontja az ő működésüket, de hathat rájuk úgy is, hogy összességében az ideg is egy picit bármelyik, jobb bele ne menjünk a részletes anatómiába, teljesen fölösleges, de mondjuk túlnyúlt, túlhúz egy ideget, mert nem annyira szokták kedvelni, mint hogy azt se kedvelik, amikor nyomás alá kerülnek. Mind a kettő megtörténhet, és már is elindul a folyamat, hogy valami nem lesz okés a füleddel. És akkor még nem beszélek a koponyában zajló történésről, és nem beszéltem még a mélyebb rétegekről, mondjuk a zsigerek szöveteiről, csak egyetlen egy kis apró dolgot szerettem volna így felvetni neked, hogy amikor, még egyszer, valami olyan dologgal állsz szemben, ami 28 ezer mindent kipróbáltál, meghallgattál 5 orvost, meg beszéltél mindenféle dolgot, akkor kérlek szépen, hogy hidd el nekem, hogy nem az lesz a megoldás, hogy elmész a 6. orvoshoz is, mert a specializáció okán sajnos lehet, hogy nagyon-nagyon jó a füllel kapcsolatos műtéteknél az, hogy valaki specializálódik egy területre, mert nyilvánvalóan szívesebben fekszel be, ha műtétre kerül valamiért a sor, egy olyan ember kezdje alá, aki amíg megcsinált 10 000 műtétet, ebből a szempontból nagyon jó a specializáció. Az ilyen, sajnos egyre több ilyen állapot és panasz van, ami pedig ugye a civilizációs életmódunknak, modern életvitelünknek köszönhető, hogy egyre több olyan állapot és státusz tünet együttes üti el a fejét, amik nem ennyire egyértelműek, hogy igen, ott látok valamit, azt ki kell szedni, meg kell vágni, stb. Stb. Akkor viszont hátrány a specializáció, ez az igazság, mert hogy ő a fülre fog koncentrálni, mert hogy állandóan a fülben van benne. Viszont a tünetek panaszok megoldásához még egyszer mire van szükség? Arra van szükség, hogy egyben nézzük meg az embert. És miért lesz a megoldás a tartásfejlesztés, vagy miért érdemesebben gondolkodni? Hát ha én csak már rájövök arra a gyógytornászként, hogy nem olyan oké, és ez a fejtartása neki, mert akkor itt nem jó, az izmok is befeszülnek, meg amiket az előbb elmondtam. Na igen ám, de az a fej az általában nem véletlen van ott, ahol van. Tehát ugye az a tetőpont, tehát tulajdonképpen nem tetszik a háznak a kéménye, hogy egy picit dől valamerre, hát lehet a házon is korrigálni, csak akkor lesz benne egy kanyar, és instabilabb lesz a rendszer, de szóval, hogyha nagyon dől a kéményed, akkor annak nyilván az ok, hogy összességében az egész ház dől valamerre, tehát ahhoz, hogy az hosszú ideig olyan stabil, tartós legyen, ahhoz nyilvánvalóan az egész testtartásnak kell változnia. Hogyha valakinek, mutatom magamat. Okay. Tehát valakinek domborúbb a háta valamilyen ok miatt, akkor a feje az egy kompenzáció miatt kerül ebbe a helyzetbe. Ugye? Ha a domború hát miatt ide jönne a fej, hát akkor nem látod a másik embert, szóval így nem nagyon lehet élni. És ha ebből a fejet megpróbálom ide vide vissza szuszakolni, de a domború hát így van, figyelj, próbáld ki, ez nem fog menni. Hát előbb-utóbb megadod magad ennek a helyzetnek, mert hogy az nagyon-nagyon sok erőt igényelne. Jó? Tehát a kulcs az lesz, hogy kezd el fejleszteni, vagy fejlesztetni a testtartásodat. És ez az, ami miatt elsősorban engem kevésbé érdekelnek, mindig meghallgatom, megértem, megrealizálom, és végzek tüneti kezelést is, azért, hogy egy picit könnyítsem a helyzetet, de ha én csak itt mókolok a nyakánál, az az esetek nagyon nagy részében az egy tüneti kezelésnek minősül, még akkor is, hogyha egy picit már kapcsolódok az okhoz. Ha valamiért szeretném tényleg azt, hogy hogyan tartósan rendbe jöjjön az ember, akkor én mindig a testtartásban és az annak a fejlesztésében, harmonizálásában gondolkodom, 100 000 féle módszerrel vagy lehetőséggel megvalósítható ez. Gondolj bele még abba, erre most nem hoztam képet, mert ez csak így most jutott az eszembe, miért van az, mi lehet a magyarázat annak,
hanem a statika, hogy nagyon-nagyon sokféle dolog csak egy oldalon jelenik meg. Hát ha ez egy állagromlás, egy nem tudom, ilyen-olyan dolog, akkor miért nem mind a két oldalt egyformán csüng az emberek füle? Van ilyen is, van ilyen is. Miért nem mind a két lábán egyforma a bütyök? Mi csak az egyik térdében kopik el a porc nagyon jelentősen, és nem a más, a másik az meg olyan egészen jól van. És képzeld el, a saját személyes példámat ledöbbentem, el kellett, hogy menjek személyzeti vizsgálatra. Én csak azt gondoltam, Balgár, hogy sokat ülök nyilván gép előtt az elmúlt időszakban, ez megterheli a szememet, mert így estére elfárad, meg ég, meg ilyen dolgok. És akkor akartam ez egy ilyen szemüveget csinálni, de ha már ott voltam, akkor csináltattam egy szemvizsgálatmérést. Figyelj, le voltam döbbenve, azóta sem térek magamhoz, ez 3 napos történet. Kezdett kiderül, hogy a jobb szemem, hát figyelj, szóval, hogy a jobb szemem, hát az 1,25-tel nem jobb, mint ha az optimális lenne. Azért az nem egy belépő szint a szemüvegeknél, tehát azért már ilyen felelt, vagy nem tudom, hogy míg a pontos lépték, 0,75-öt már szoktak érezni az emberek. Nekem nem tűnt föl, tehát így nem vettem észre. Persze azóta mindent nézek félszemmel, és rájöttem, hogy tényleg gyalázatos, tehát hogy sokkal homályosabban látok vele. De most gondolkoztál már azon, hogy miért csak az egyik szemed érintett ilyen mértékben, és a másik nem? Vagy csípöd, vagy térded, vagy bütyköd? Hát nyilván meg az lehet a magyarázata, hogy vagy aszimmetrikusan használod a testedet, funkció, ami aszimmetrikusan alakítja a tartásod, a statika, és ezért nagyon-nagyon sok tünet panasz aszimmetrikusan jelenik meg. Nekem a jobb oldalam az a macerás, az a gyengébb, a folyamatosan ápolandó, és minden a jobb oldalamon volt valaha, ami történhetett vele, most és hogy ülök már itt egy ideje, a jobb térdem elkezdett sajogni, sajlani. Tehát magamra nézek, és megnézem a jobb és bal oldalamat, lefotózom magamat, vagy valaki kívülről megnézi, akkor a balra azt fogja mondani, hogy az egész oké és jelenben van, a jobb meg egy picit, én erre azt szoktam mondani, hogy lóg, mindegy, ez mit jelent. Nem, hát ez biztosan véletlen, hogy megjelenik a jobb szemben is ez a fajta gyengülés vagy gyengeség, ugye? Nyilván ez csak ilyen fölteszem, mint költői kérdést. Szóval, ha aszimmetriát látsz a testben, és ez egy jól szemmel látható, akkor is ebben érdemes gondolkozni. A bütyök nagyon klasszikus szokott lenni, nagyon klasszikus, hogy egyik lábon van, másik oldalon nincsen, de hogy ezen el kell gondolkozni, hogy ez miért van így, és ennek nyilván valamilyen terheléssel összefüggő oka van, ezért van az, hogy megműtik a bütyköt, és 2 év múlva kiújul, mert hogy az egész testnek az együttállásai, a részeknek az egymáshoz való viszonya, az meghatározza a funkciót. Oké? És akkor miért jó még neked a... Nagyon szép kép. Miért jó még neked a tartásfejlesztés? Ez egy nemrégi páciensemnek a képe. Megengedte természetesen, hogy ezt így felhasználja. Na, szerintem nem kell gyógytornásznak lenni ahhoz, vagy holisztikus szemléletű bármilyen terapeutának ahhoz, hogy lássuk a két kép között a különbséget, ugye? Tehát itt azért még laikusként is látjuk, hogy valami nem jó, nem oké, és itt nem úgy áll, olyan, mintha bal lábán jobban terhelne, itt így behúz, meg itt azért látjuk, hogy így ilyen kanyarog a gerincen. Mi van akkor abban az esetben, ha így hagyjuk ezt a gerincet, erre is jön az életszerű példa, egyébként neki alapvetően a térdével a problematikája, vagy a térdes térdével jött, mint hozzá, mint tünet van az, és akkor én meg dolgozom az egész testen, miért? Na miért? Hát azért, mert szemmel látható, hogy van egy aszimmetrikus terhelés önálla, az aszimmetrikus terhelés az így marad. Ó, képzeld el, hogy elmegy bevásárolni, hozza a 2 karton vizet. Az egyébként is mondjuk jobban feszülő izmok, azok emiatt a terhelés miatt még jobban fognak feszülni, magyarán ez az aszimmetria, az így erősödni fog, fokozódni fog.
Ellenben, hogyha egy harmonikusabb, kiegyensúlyozottabb, hát mennyivel harmonikusabb ránézni erre a tartásra, ugye? Szóval egész jól így, és nem beszélünk ideális, jó, helyes tartásról, beszélünk harmonikusról, vagy esetleg fejlesztendőről, diszharmonikusról. Ha erre a tartásra ránézel, és beleraksz két karton vizet az egy-egy kezébe, bevásárlás után, az neki tudod mi lesz? Egy nagyon jó tréning. És sehol nem fogja túlterhelni az aszimetria miatt saját magát. Egyébként ez egy nagyon jó volt, tehát csak végighengerezte az egész testét, leírta, hogy nagyon fáj, és küldött egy ilyen fotót magáról, mert hogy vele még életben soha nem találkoztunk, hanem online dolgozunk. Szóval tartás, fejlesztés. Térdfájással jön valaki hozzánk, akkor, ha ezt látjuk, akkor muszáj, hogy ebben is gondolkozzunk, erősíthetjük mi a térd körüli izomzatokat, hogyha egyik oldalára az egész statikával adódóan több teher jut, akkor nyilvánvalóan, hogy az a térd mondjuk nem 50%-át viszi a testsúlyodnak, hanem 75%-át, és 25-öt a másik. Mi fog vele történni? Ez egyszerű fizika, hogy előbb vagy utóbb elhasználódik, és hamarabb, meg erőteljesebb mértékben, mint a másik. Tehát, a térd panaszos jön, akkor is megnézzük egybe az egész testét, tartását, és nem repülök én rá, más az máshogy csinálja biztosan, én nem repülök rá a térd panaszra, értem, ha nagyon hevenyakot dolgozom, de egyébként nyilvánvalóan, hogy az egész testtel kell munkálkodni. Jó. Tehát nagyon remélem, hogy ez a kis ízelítő, és ezek igazából szemelvények, amiket egyrészt rövidebben bemutatni nehéz, mert hogy tényleg mindennel összefügg, és kell egy ilyen ívét vinni a dolognak, és ezek tényleg csak szemelvények. Azért, na még erre hoztam egy jó képet, azt megosztom, mert hogy minden ember máshogy csinálja meg a tartását. Nem tudom annyira kinagyítani ezt a képet, de az a lényege, hogy mondja a csontváz, hogy a hátam az kicsinál engem. Tehát, és ez mindegyik csontváz azt mondja, hogy a hátam kicsinál engem, de mindegyiket mások miatt csinálja ki a háta. A pirosak jelzik a feszültebb területeket a testén, és valójában mindegyik okozhat hátfájást. Tehát, hogy ezek igazából ilyen kis szemelvények, amit én egy-egy videóban fölvázolok, és inkább elgondolkodtatásra szeretnélek bírni, és leginkább, hogyha érintett vagy, nem múló és teljesen reménytelennek látszó, és ilyen lokálisan egy-egy területről fókuszáló dolgokat kipróbáló terápiák hadán vagy túl, akkor lásd azt, hogy van más szemüveg, van más szemléletmód, mert hogy szóval nem mindig jó kiragadni egy-egy részt a testből, gondoljál rá a mezőgazdasági hasonlatra, ha az embernél nehezebben is érted, a mezőgazdasági hasonlatnál szerintem jobban fogod. Tehát nem érdemes kiragadni egy-egy területet, mert azt látjuk és tapasztaljuk azon terapeuták, akik egy picit ilyen más szemüveggel nézünk, hogy egyre több és több és több az az eset, ami a hagyományos nyugati egészségügy vagy orvoslás eszköztárával nem megoldható, vagy legalábbis nem tartósan megoldható. Jó? Tehát tartás, fejlesztés. Ha van kedved, akkor készíts egy fogytort saját magadról, a tükör az nem jó, mert nem úgy fogod látni magadat, és nézd meg egy picit külső szemüvegből, külsőként, hogy nem ugyanaz a tükör, tehát a tükör az teljesen más mutat, egy teljesen egyedi nézőpontot ad neked, készíts magadról a négy irányból fotót, és nézd meg, hogy valami feltűnik-e magadnak, tehát nem kell ehhez szakembernek lenni, mint láttad, azért, ha
fókuszáltan néz, akkor lehet, hogy feltűnik valami magadon. Az én pácienseim azok nagyon meg szoktak lepődni, amikor megmutatom nekik a fotójukat. És nézd meg magadat, hogy te milyennek látod, mit veszel észre magadnak, mi az, ami úgy érzed, hogy nagyon nem illik be a képbe, mi az, ami megbontja esetleg a harmóniát, nem kell az neked anatómiai képletben gondolkodni, és esetleg csak nézd meg, csak így a józan paraszti eszeddel, hogy lehet-e köze ahhoz a tünethez, panaszhoz, amivel éppen küzdesz. És akkor egy kis kedv csináló a következő videóm témájához, mutatom, na még ezt megosztom. A következő videó témája ezen a fantasztikus változásos képen nagyon szépen látszik, az pedig a refluxnak, a refluxról fogok egy videót csinálni, hogy a refluxnak milyen gyomron kívüli okai lehetnek, hát amivel nagyon-nagyon elszórtan és keveset foglalkoznak, be is léptem egy 8000 fős refluxos csoportba, és így figyelgettem, hogy ki mit ír, és miket próbálgattak, szóval, hogy szerintem egy teljes gyógyszertárnyi szortimentet beszedtek az ott lévő emberek, és mérsékelt a siker. Úgyhogy fogok egy videót készíteni a refluxon, és megmutatom, hogy milyen egyéb, ugye azért itt látod a különbségeket, vagy milyen egyéb oka lehet neki, hogyha refluxod van, és nem gyógyszeresen szeretnéd megoldani. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, hogyha szeretett, tetszett a videó, kérlek nyomj egy lájkot, iratkozz fel a csatornára, hogy ne maradj le, kövesd a Facebook oldalamat is, mert ott szoktam beharangozni a videókat, és ugye van, amikor írásban is készítek rövid tartalmakat, és hát természetesen, hogyha érdekel ez a fajta holisztikus szemlélet, akkor itt a videó alatt a linkben megtalálsz minden lehetőséget, hogy egyénileg vagy csoportos formában hogyan tudsz ebben a holisztikus szemléletben te magad is részesülni. Ha van bármilyen nehézséged, elakadásod, egészségbetegség, gyógyulás terén, akkor írd meg bátran, és hogyha kompetenciám, akkor nagyon szívesen készítek róla videót. Váljék egészségedre!